Az elmúlt hetekben újra jelentősen nőttek az üzemanyagárak. Jelenleg a benzin és a gázolaj is 600 forint felett van literenként. A hazai árak ismét meghaladják a szomszédos országok tarifáit, emiatt a kormány felszólította a kereskedőket, hogy a családok érdekében térjenek vissza a korábbi hónapok gyakorlatához és mérsékeljék az áraikat. Elemzők szerint emiatt hamarosan ismét olcsóbb lesz itthon az üzemanyag. Ilyen árak fogadták szombaton az autósokat a töltőállomásokon. A benzin 612, a gázolaj pedig már 623 forintba kerül literenként. Ez azt jelenti, hogy a csaknem egy hónapig tartó árcsökkenést újabb emelkedési szakasz váltotta fel. Az elmúlt három hétben a benzin ára 20 forinttal, a gázolajé pedig 33 forinttal emelkedett. A KSH legfrissebb adatai szerint mára ismét nálunk lett a legmagasabb az üzemanyag átlagára a régióban. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint ez azt jelenti, hogy a magyar családoknak többet kell fizetniük az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosainak. Átlagosan a benzin 4 forinttal, a gázolaj 18 forinttal drágább itthon. A szaktárca éppen ezért felszólítja a kereskedőket, hogy a hazai üzemanyagárakat csökkentsék a térség átlagára alá, vagyis a családok védelme érdekében térjenek vissza a korábbi hónapok gyakorlatához, és mérsékeljék a tarifáikat. Ellenkező esetben a kormány kész beavatkozni az üzemanyagárak alakulásába. Ez nem új keletű bejelentés, hiszen a nemzetgazdasági miniszter már áprilisban is kilátásba helyezte, hogyha az akkori magas árakat nem törik le a kereskedők, akkor visszaállítják a benzinárstopot. A miniszterelnök pedig a közelmúltban arról beszélt, hogy a magyar családok nem járhatnak rosszabbul, mint a szomszédos országokban élők. Az egy jogos elvárás a magyar emberek részéről és a magyar kormány részéről is, az üzemanyag üzletben, bizniszben érdekelt szereplőkkel szemben, tehát a nagykereskedőkkel és a kiskereskedőkkel szemben is, hogy a magyar emberek olyan áron juthassanak hozzá az üzemanyaghoz, ahogy ebben a régióban más országok polgárai ezt megteszik. Az üzemanyagpiac szereplőire gyakorolt állami ráhatásnak meglett a hatása, hiszen májusban néhány hét alatt több mint 50 forinttal lett olcsóbb a benzin és a gázolaj. Így a lélektaninak mondott 600 forint alá estek az árak. Viszont az elmúlt egy hónapban valamelyest emelkedtek az olajárak, és viszonylag jelentősen gyengült a forint. Főként emiatt és a nyári szabadságolások miatt megnövekvő kereslet okán fordult a kocka, és indultak újra felfelé az árak. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint mindent meg kell tenni a hazai üzemanyagárak féken tartására, mert emelkedésük tartósan növelheti az inflációt. Az elmúlt időszaknak az üzemanyagár csökkenései segítették azt, hogy a tervezett 4-4,5%-os éves infláció megvalósuljon. Így most az, hogy ismét növekednek a dízel és benzinárak, ez ellen hat valamelyest. Azért lenne fontos, hogy ezt az inflációs szintet sikerüljön megtartani, és ehhez hozzájáruljanak az üzemanyagárak is, hiszen ezzel növekedhet a reálbér, és növekedhet a fogyasztás is, ami pedig a gazdaság élénkítéséhez elengedhetetlen. Elemzők biztosra veszik, hogy hamarosan ismét csökkenni fog az üzemanyagára. A kormányzati ráhatás miatt azért is, mert a térségben verseny van, vagyis ha máshol csökkennek az árak, az nálunk is olcsóbbá teszi mind a benzint, mind a gázolajat.